először bekapcsolod az időáramköröket. Ez mutatja, hova igyekszel. Ez mutatja, hol vagy most. Ez meg, hogy honnan indultál. Kiírod az úti célod ezeken a billentyűkön. Mondjuk ott akarsz lenni a függetlenségi nyilatkozat aláírásánál. Vagy Krisztus születésénél. És íme a tudomány piros betűs ünnepe. 1955. november 5-e. Igen, persze. 1955. november 5-e. De hát nem értem, mi történt akkor? Hát azon a napon találtam fel az időutazást. Most is előttem van. Felálltam a vécére, hogy felakasszak egy órát, a porcelán nedves volt, megcsúsztam és beütöttem a fejem, és magamhoz térve látomásom volt. Egy vízió. Egy képet láttam magam előtt. Ennek a képét. Ez teszi lehetővé az időutazást. A fluxus kondenzátor. Fluxus kondenzátor. 30 évem ráment, és az egész családi vagyon, hogy megvalósítsam ezt az álmat. Te jó Isten! 30 év! A világ azóta jócskán megváltozott. Emlékszem, ez itt mind szántóföld volt, ameddig a szem ellát. Az öreg Peabody, az övé volt az egész. Az volt a rögeszméje, hogy beülteti.